Vendégünk a stúdióban Illés Csaba és Áron, a háromlábú kutyus, akiért egy ország aggódott, legalábbis fél Budapest biztos, hiszen egy héttel ezelőtt ugye eltűnt, és meglett a kutyus azóta, picivel több, mint egy héttel ezelőtt, és Csaba, te segíteni fogsz nekünk, hogy milyen szabályokat érdemes betartani ahhoz, hogyha esetleg ez bekövetkezik, akkor hogyan találhatjuk meg a kis kedvencünket? Hát az első és a legfontosabb szerintem, hogy nem kell kétségbe esni, amikor valakinek eltűnik az állata. Nagyon sok ember tud segíteni, onnantól kezdve, hogy Facebook megosztás, szórólapozás, esetleg nyomkereső kutyát is latba lehet vetni. Tehát nagyon-nagyon sok módszer van erre. A lényeg az az, hogy szerintem mindig a gazdán múlik az, hogy meg lesz-e egy kutya vagy nem, mert nagyon sok esetben én is láttam már azt, hogy feladják, nem keresik tovább, de ez nagyon fontos ahhoz, hogy meg tud találni, mert tényleg szórólapozni kell, menni kell, csinálni kell. Csak mondjuk, hogy egy kutya esetében tudjuk azt, hogy mekkora munkabírásuk vagy teherbírásuk van, tehát kvázi nem tudom, 20-30 kilométert is el tudnak kóborolni. Ugye hát az áron kb. 50-et ment, ahogy visszakerestük a nyomokból. Mindezt mondjuk három lábbal tette meg. Igen. 6 napon keresztül. Milyen volt egyébként, amikor és közben megtaláltátok? Közben láthatják a nézők a térképet is, amit ugye te tettél ki az a közösségi hát igen, oldalra. Gyakorlatilag innen a Róna utcából indult ő, megőrzésen volt, és pár órára egy barátunkra bíztuk. Aztán ő azt hitte, hogy örökre itt van hagyva, és ezért inkább neki iramodott és kereket oldott. Gyakorlatilag 6 napon keresztül ment egész Budapesten. Hála Istennek rengeteg ember kapcsolódott be a keresésébe, tehát tényleg egy őrületes összefogás jött létre, és már tényleg szinte mindenki őt kereste, ezért tudtuk, hogy mindig merre van, viszont mivel nagyon sok ember kereste, állandóan kergették, így ő egy kicsit azért, hát nem kicsit, egy nagyon sokkos állapotba került, és aztán utána a térképen is látszik hogy ott az Origo Filmstúdió 15. kerületben vert anyát, tehát nekünk meg kellett várnunk azt, hogy ő egy nyugodt területen legyen, és senki ne zaklassa, és akkor egy ilyen szakterápiával próbálkoztunk ott az erdőben, tehát hogy a mindenféle holmikat elszórtuk egy bizonyos területen, és akkor Áron ott maradt, és akkor én az erdőben beálltam a kocsimmal, amit egyébként ő nagyon szeret, és végül is az erdő közepén ő egyszer csak beugrott a kocsiba, mert fölismerte, hogy az milyen állapotban volt Áron? Hát nagyon le volt fogyva, tele volt kullancsal, nagyon büdös is volt, meg nagyon koszos, de alapvetőleg semmi baja nem volt, hála Istennek. Azóta egyébként érzel rajta még egy nagyobb fokú mondjuk hűséget, vagy ragaszkodást? Hát rajta mindig is volt, tehát hogy igazán ő ezért is szökött el, mert ő egy mentett kutya, a menhelyről került ki pár hónappal ezelőtt, de egyszerűen azóta meg még sokkal szorosabb a viszony, és hát látjuk, hogy azért az autóktól meg nagyon fél. Viszont azt is olvashattuk, hogy van egy Ments meg csoport, ugye a közösségi oldalon, ami most már egy nyitott csoporttá vált, és én azt olvastam, hogy 23 kutyust és 3 cicát találtatok meg azóta. Ez már változott ez az adat, most már 24 a kutyák szám, megtalált kutyák száma, 5 cica, és most már egy nyulat is megtalált. Na ne hülyeskedjük, hogy nyulat is elkezdtetek keresni. Hát arra gondoltuk, hogy Áronért annyi ember fogott össze, amikor ő menekült itt a városon keresztül, hogy ezt a nagyon sok pozitív energiát, ezt együtt kellene tartani. És akkor neki volt egy zárt kereső csoportja, azt utána átneveztük és nyitottá tettük. Oké, Csaba, csak mondjuk, bocsánat, engem az érdekelne a kereséssel kapcsolatban, hogyha mondjuk látom ezt a ments meg oldalt, éppen mondjuk nem Áronról van, egy másik kutyára, én látom azt a kutyát, igen, akkor nekem mit kell tennem? Azon kívül, hogy gyorsan leszem a telefonomat, lefotózom, feltöltöm, hogy sziasztok, itt vagyok, most láttam ezt a kutyát, vagy kezdjem el mondjuk begyűjteni, vagy megpróbálni oda csalogatni. Hát a ments meg mit várunk el azoktól az emberektől? Az összes kutya fönt van, és mindig jelzik a gazdik, hogy ők most a kutya éppen menekül, vagy félős, vagy sokkos állapotban van, de minden adata ott van, tehát hogyha valaki látja azt a kutyát, amit egyébként éppen a Ments megben keresünk, akkor oda kell kommentelni, vagy akár oda föltölteni a képet. Rengeteg ember van tényleg most már a csoportban, és hát a több szem többet lát alapon, gyakorlatilag így lehet megtalálni a kutyákat. Tehát, hogy ez most egy komoly mozgalom már kezdi magát kinőni, hála Istennek. Mit tanácsolsz azoknak, akiknek szintén mentett kiskutyusuk van?
Tehát, hogy ez azért mégis egy más lelkületű állatra utalhat. Igen, általában mentett kutyáknál, ha csak nincsen valami nagyon nagy szerencse, nem nagyon tudjuk, hogy milyen az előélet, tehát, hogy mire, hogy reagál, mitől fél. Szinte mindegyik mentett kutyánál van ez az úgynevezett szeparációs szorongás, és szerintem Áronnál is egyébként ez van, és ezen dolgozunk. Szerintem ezt nagyon komolyan kell venni. Vannak mindenféle kutyatrénerek, kutyasuttogók, kutyapszichológusok, úgyhogy megéri rászállni erre az időt, mert hát Áronnál is abból lett a baj, hogy ő azt hitte, hogy ő most valahova megint oda lett adva, és aztán utánunk akar szökni. Erre nagyon kell figyelni. Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, megosztottátok ezt az információt, és ezt az egészet, és hát további sok sikert akkor a Ments meg mozgalomnak, minél több kutyát, vagy minél több állatot találjatok meg. Köszönjük szépen.